Az Upgrade kongresszus keretén belül az idén negyedszer szervezzük meg az endodonciai, tulajdonképpen részkongresszusnak nevezhetném. A tavalyi év azért maradt ki, mert az endodonciai társaságnak Ráckevén külön önálló nemzetközi kongresszusa volt. Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni is, és a célja az endodonciai társaságnak az, hogy a budapesti képzőhelye mellett a vidékiek is megjelenjenek, és így próbálkoztunk azzal is, hogy egyre több külső endodonciával foglalkozó kollégát vonjuk be. Ennek megfelelően az előadások elég széles tartományát átfogják az endodonciai szakmának. Sajnos az endodonciáról azt elmondhatjuk, hogy sokan művelik, hiszen az egyetemi oktatásnak része, de azért kevesen jutnak el igazán magas színvonalra, és ebben segítséget nyújthatnak ezek az előadások, hogy az aktuális ismereteket megszerezhessék, illetve továbbfejleszthessék azt, amilyen tudással rendelkeznek. Az előadások témái közül hármat emelnék ki. Az egyik, ami sokszor megoldhatatlan helyzet elé állítja a fogorvos, hogyan lehet egy betört műszert a csatornából eltávolítani, és ez gyakorlatilag a fog sorsát is eldönti. A másik a gépi tágítás. Ezzel kapcsolatban több előadás is lesz, egyrészt a módszerekről, ennek a történetéről, az eszközök fejlődéséről is lesz többek között. Amennyiben sikertelen az endodonciai kezelés, annak a sebészeti befejezéséről is hallhatunk majd egy előadást, hiszen az endodonciai mikrosebészet is nagyon fontos. Nem mindig, sokszor sikeres a kezelés, de nem mindig. És ilyenkor, hogyha nincsen olyan ember, aki a megfelelő sebészeti beavatkozást el tudja végezni, ez gyakorlatilag megint csak a fog elvesztését jelenti. Tehát igyekszünk egy széles merítésből előadásokat tartani.